Fogod egy kicsikét a szálat, és lehúzod róla a poharat. Ismét palántákat, lapátot és gerebjét fogtak az óvodások, ugyanis elindult az idei ovikert program. Stéler Tamás ötletgazdának továbbra is az a célja, hogy a gyerekek megszeressék és megismerjék a zöldségeket. Kapálunk, ássuk, locsoljuk. A Berva völgyi tagovoda 3 éve vesz részt az ovikert programban. Itt a gyerekek eszik meg a saját kezük által elültetett zöldségeket és gyümölcsöket. Megmossuk, és a tortához el szoktuk rakni, hogy fagyasztásra. A gyerekek nagy kedvence az eper, de emellett borsó és tökfélék is megtalálhatók a kertben. Ez alkalommal paradicsom, paprika és tökpalántákat ültettek az óvodások. Nagyon-nagyon nagy segítség számunkra az ovikert program, hiszen azon túl, hogy az óvodánk az ovikert felét már magvakból a gyerekekkel tavasz elején már beülteti, de a palántákat minden évben így a Tamáson keresztül az ovikert program biztosítja számunkra. A kezdeményezést 7 éve indította el Stiller Tamás, akihez évre évre egyre több óvoda csatlakozik. Maga a cél az lenne, hogy a gyerekeknek ugye ez évről évre bekerüljön úgy az óvodai nevelésükbe, hogy amikor már iskolás, vagy már arról beszélgetünk, hogy iskolai étkeztetés, akkor a gyerekeknél a zöldséges ételek azok már nem egyfajta kihívás, hanem gond nélkül adhatóak, hiszen ismerik ennek az útját, módját. Az ovikert program tavaly bekerült a Heves megyei értéktárba. Budapestről és az ország több pontjáról is szívesen csatlakoznak a kezdeményezéshez.